szünet után újra itthon Magyarországon, és az alapos megfigyelők akár ki is találhatták, hogy az előbb bejátszott képek az óceán partjáról, kvázi a sivatagból, azok nem Magyarországon készültek, hanem Fuerteventurán, ahol teljesen véletlenül Robiékkal töltöttünk egy hetet. És ezt senki se hiszi el, de tényleg tulajdonképpen teljesen véletlenül. De hát ez van, hogy a két ember annyi időt tölt egymással, mint Robi meg én, és az a helyzet, hogy amikor világossá vált számunkra ez az egyezés, akkor még vakartuk is a fejünket, hogy nem vagyunk egy kicsit túl sokat együtt, és nem kéne változtatni rajta, de az a helyzet, hogy nem változtattunk, és baromi jól sikerült az egész. Főleg persze azért, mert végre rengeteg időt tudtam a családommal tölteni, és hogyha van valami, ami miatt szeretem ezt a munkát túl azon, hogy szeretem ezt a munkát, az a szabadság, amihez hozzájutok általa, hogy időt tölthessek a családommal. És az a helyzet, hogy szóval a vlognak az első évada, amikor véget ért, 2 évvel ezelőtt szeptemberben, az még csak 2 éve volt, ez komoly. Szóval, hogy akkor azért fejeztem be, hogy Marcival és Annával minél több időt tölthessek, hiszen ők folyamatosan nőnek, és akkor még csak 2 meg 5 évesek voltak, most meg már 4 és 7 évesek, szóval, hogy az évek azok mindenféleképpen telnek, és az a helyzet, hogy a legértékesebb pillanatok azok, amiket velük közösen tudunk Dórával eltölteni. És Marci, amikor reggel ment a vodába, kicsit sírt is, hogy neki semmi kedve nincsen menni, és igazából velünk szeretne maradni, és az a helyzet, hogy tökre megértem az érzéseit, de közben csak azt tudtam mondani, ami igazából engem is motivál, hogy ha már nem lehetünk együtt, akkor találja meg azt, amit a legszívesebben csinál például az óvodában, azon kívül, hogy együtt vagyunk. És igazából ez motivál engem is, hogy ha már egyszer nem lehetek velük, akkor valami olyat csinálok, amit a legjobban szeretek csinálni azok után, hogy velük vagyok. Vlogot készítek. Ráadásul most az idő is tökéletesen megfelelő, mert hogy tök szépen süt a nap, ha megnézitek. Kék az ég, olyan, mintha egy kicsit, mi ez, kosz az ablakon. Szóval olyan, mintha tavasz lenne, vagy nyár. És ezt a francia gondolta volna a tegnapi esős és szürke vasárnap után, úgyhogy van minek örülni. Nincs nagyon-nagyon meleg, de legalább süt a nap, és ezt is élvezzük ki, mert sok ilyenben már nem lesz részünk egészen. Hát olyan márciusig. Na de beszéljünk arról is, hogy egy csomó minden történt, ameddig nem voltam itthon. Jelesül, hát nem jelesül, de mindenféleképpen ezek közé tartozik, hogy átléptük a 300 000-es feliratkozó számot. És hogy változnak a dolgok? Emlékszem arra, amikor 100 000-re lettünk, és arra is, hogy ez összesen 8 évbe telt. Aztán, amikor elindult a vlog nem sokkal utána, 2017. január 9-én összejött a 100 000 feliratkozó, és megfordult a lány. Ez főleg azok értik, akik itt voltak 100 000 alatt is. 100 000 óta szerintem senkinek fogalma nincs arról, hogy ki az a lány, és miért forog. Aztán már csak kicsivel több mint 1 év kellett ahhoz, hogy 200 000-re legyünk, és most kicsivel több mint 1 év ahhoz, hogy 300 000-re. Na és amióta elindult a vlog, szóval a 100 000 óta, ameddig eljutottunk 300 000-ig, annyi minden történt velünk. Például elindult a vlog. A francia gondolta volna 2017. januárjában, hogy ez hogy fog elsülni, de az a helyzet, hogy nem tudom, jól sült el? Én nagyon élvezem, ahogy elsült. Megvizsgáltunk egy csomó kütyüt, megettünk egy csomó ételt, kipróbáltunk egy csomó autót, beszámoltunk egy csomó technológiai újdonságról, utaztunk mindenfele. Először megismertük Kínát, és ott Lillát. Aztán megismertétek Robit, amikor 2017 tavaszán először utaztunk együtt méghozzá a Kanári-szigetekre. Milyen fura, hogy ezt is el kellett kezdeni, mi? Aztán elmentünk Ciprusra, ott megismerkedtünk a jaskatírokkal. Nézd, Robi, találtam itt egy érdekes táblát. Na, szerinted ez? Várj, hogy kell ezt nézni? Tas, Atmak, jaskatír. Ne dobáld a jaskatírokat. Ugye, valószínűleg. Itt szoktak járkálni hajnalba, és az van, hogy ezeket nem szabad megdobálni ezzel a tasmakkal. Látni néha tekkősöket, amikor reggel jönnek be a... jaskatírokat, azok merre mennek? Elmentünk először Usánkába, megismerkedtünk a nyugati parttal, aztán 1 évvel később a keleti parttal, aztán még 1 évvel később idén az északi parttal. Egyszer elhagytam a kamerám, a drónom, gyakorlatilag mindenem. És ez a táska benne a drónnal és a fényképezőgéppel. Azóta sincs meg. Voltunk Krétán, megismerkedtünk Pákolic Attilával, megismerkedtünk Sauer Judittal, megismerkedtünk annyi mindenkivel. Aztán volt egy szezonzárás 2017-ben, és volt egy szezonzárás 2018-ban is. Vigyázzatok magatokra, és tudjátok, találkozunk. Találkozunk. Sziasztok! Sőt, szezonnyitónk is volt. Egyszer. Szintén 2018-ban. Elkezdődött a második éva! Közben lefolyt a Dunán az iPhone 7, az iPhone 10, a 11 és a 11 Pro. Voltunk Sienni, voltunk Salzburgban, voltunk Grazban és voltunk Ljubljanában is. Tavaly márciusban 200 000-re lettünk, amit ott oldalt ünnepeltünk. Tell me why.
Aztán tavaly elmentünk Dórával is New Yorkba, és azt hiszem, hogy annak a sorozatnak a kezdő epizódja a legnézettebb utazós videón valaha ezen a csatornán, mert valami 350 ezeren nézzétek meg, ami egészen elképesztő lenne. És az elején, amikor azt mondtam, hogy ez a legnézettebb utazós videóm ezen a csatornán, akkor azért fogalmaztam ennyire pontosan, mert van egy másik csatornám is az úton, amit még akkor hoztam létre, amikor nem volt vlog. És gondoltam, az utazós videóknak lesz egy külön csatorna. Na és oda felraktam egy videót méghozzá Robival közös első usánkámat, amikor a keleti parton mentünk végig, és az összes epizódból gyártottam egy ilyen monstre 3,5 órás adást, és azt az úton megnéztétek. Na szerintetek mennyien nézték meg az úton ezt a 3,5 órás amerikai utazást? 700 ezeren. Több mint 700 ezeren. Valami 716 ezeren vagy ilyesmi, szóval egészen őrületes az a szám. Felraktam a videót, és néha ilyen néhány havonta ránézek, és azt veszem észre, hogy megint ugrott egy 100-ret. Szóval, hogy tényleg taps azoknak, akik ezt végig tudják nézni, mármint hogy ilyen hosszan, azt hiszem, hogy még Quentin Tarantino se érdekes. De ő ennyire is érdekes. Aztán idén jöttek mindenféle komolyabb anyagok is, például év elején az Article 13-asról beszélgettem egy csomó érintett féllel, hogy kiderüljön, hogy mi várható a későbbiekben, fizetős lesz a YouTube, fel tudunk-e tölteni mindenféle érzékeny anyagot, szóval, hogy egyáltalán mire lehet számítani. Megismerkedtünk részletesebben Görgei Artúrral, a Fesztivál zenekarral, Turbo Tomasszal és Borsi Flórával. Eltöltöttünk egy éjszakát egy rendőrautó, és megnéztük azt is, hogy hogyan működik az EU, mármint hogy az egész. Annyira nagy képet próbáltunk összegyűjteni, amennyire csak lehetett. És idén voltunk Marokkóban, meg Kanadában, meg Észak-USA-ban, meg Vietnámban, meg Taipeiben, meg voltunk Provence-ban is. És Provence-ban nem csak szétnéztünk, hogy mennyire szép ott minden, hanem ellátogattunk az ITER-be, és jaj, de örülök, hogy ezt az adást végül el tudtam készíteni, és jaj, de örülök, hogy már 180 ezeren megnéztétek, sőt, az ITER-nél is annyira lelkesek lettek tőle, hogy készítettek hozzá egy magyar feliratot, aminek sok értelme nem lenne. Éppen ezért egy angol feliratot csináltak hozzá, és mutatom még, hogy mi van, mert ezt felejtettem megmutatni, nézzétek. Kaptam egy ilyen iteres pólót is. Ha esetleg nem lenne világos, ide is van írva, hogy iter. Na és amit én megígérhetek, hogy továbbra is tele vagyok ötletekkel, és az a helyzet, hogy miközben ennek a két hétnek minden egyes napját imádtam, folyamatosan pörgött a fejemben, hogy úristen, mennyi mindent szeretnék még megmutatni nektek a világból, meg mennyi mindenről kéne forgatni, és hogy mennyi újítás is be lehetne vezetni, ami valamikor évvége felé várható, de egészen addig is nem csüggedünk, mert hogy amint említettem, van egy rakás témánk, most például elmegyünk valahova, és találkozunk valakihez, akivel csinálunk valamit. Szeptember elején volt egy adás a csatornán, ami főképp arról szólt, hogy mennyi véletlen befolyásolja az utunkat az életben, és azt, hogy hova lyukadunk ki. Például az én életemben is rendkívül sok véletlenem múlt, hogy most éppen vloggerkedek, és nem valami egészen más csinálok. És ennek a videónak a végén volt egy profession.hu-s nyereményjáték, amiben egy kamerát lehetett nyerni ahhoz, hogyha valaki ilyen vizuális témában akarnak kiteljesedni, akkor annak ne legyen semmiféle technikai akadálya. És az a helyzet, hogy akik indultak ezen a játékon, azok eldönthették, hogyha nyernek, akkor kitől akarják átvenni ezt a nyereményt. Viszkok Fruzsitól, Dancsó Pétertől, vagy tőlem. És az a helyzet, hogy Gábor nyert. És Gábor úgy döntött, hogy tőlem akarja átvenni ezt a kamerát, és melyik értem, hogyha valaki engem választ, akkor én nem csak átadom azt, hanem igyekszem majd válaszolni az ügyes-bajos kérdésekre is. Mármint, hogy a saját tapasztalataimmal valamilyen módon majd próbálok segíteni annak, aki talán most egészen hasonló cipőben jár, mint én néhány évvel ezelőtt. És most erre fog sor kerülni. Találkozunk Gáborral, átadjuk neki a kamerát és beszélgetünk egy kicsit. Gábor? Igen. Szia! Hadd adjam át a köszönöm szépen. Nyereményedet, Magyarorsi Csaba. Budai Gábor. Budai Gábor, na igen, ez még egy teszt volt, hogy tudod-e a családnevedet, mert odaadtam volna bárkinek, aki azt mondja, hogy Gábor. Hát hadd gratuláljak a kamerához. Szépen. Jól értettem, te Barcelonában akarsz vlogolni, vagy mi az elképzelés? Pontosan. Képzeld el, hogy én a gimnáziumnak az utolsó évét még Amerikában csináltam anno nagyjából 5 éve. Srediák programmal voltam kint, és utólag nagyon sajnáltam, ugye, hogy nyilván ilyenkor kicsit abban marad a családdal, barátokkal, stb. A kapcsolat, és nagyon sajnáltam, hogy nem videóztam ugye a kinti élményeket, hiszen ilyenkor ugye nagyon sok élmény éri alapvetően szerintem az embert. Szeptembertől Barcelonában szeretném csinálni a mesteremet, mesterdiplomámat, és igen, el szeretnék kezdeni videózni. Ugye volt 3 választási lehetőséget, hogy kitől akarod átvenni a kamerát. Igen.
Őszintén Magyarországon youtuberek közül te vagy az egyetlen, akit követek, illetve a, nem tudom, hogy mondhatom már nevét, Tancsó Péter, de úgy éreztem... Na innen volt nehéz akkor a történet, mert hogy pont ketten benne voltunk. Igen, 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 de egyébként így utólag nagyon örülök, hogy veled találkoztam, mert úgy érzem, hogy a stílusban szerintem így közelebb állsz hozzám, mint mondjuk a Péter, akit egyébként nagyon szeretek szintén, de igen, egyébként nem volt könnyű így kiválasztani. Igen. Na, hát figyeljetek, most akkor elmélyülünk az élet nagy kérdéseiben egy kávé mellett. És akkor sok sikert a kamerához, és hajrá Barcelonában. Ha szeptemberben elkészülnek az első adások, kül. Jó, oké. És megosztjuk, megosztjuk itt a csatornán. Ciao, hello. Na, hát kamera átadva, de ezzel még nincsen vége a mai adásnak, ugyanis el fogunk menni kajálni egy speciális helyre. Mert hogy kiderült, megtudtam, elárulták. Hozzájutottam az információhoz, hogy állítólag van egy olyan döneres Budapesten, amihez még csak hasonló sincs az egész világon, és ezt nem én mondom, meg nem valami magyar önjelölt gasztromágus, hanem egy világsztár, aki valószínűleg már mindenhol evett dönert, mindenfélét megkóstolt, és azt állítja, hogy az egyik legjobb itt készül Budapesten, úgyhogy most elmegyünk, és megnézzük, hogy mi a szörnyű igazság. Mennyire finom? És milyen sztárok járnak oda egyáltalán? Szóval továbbra sem értek egyet az árazásával semennyire, csak most éppen sietünk. Szóval az történt, hogy a mögöttem látható Hari kebabba, amit elvileg 2017-ben alapítottak azért, mert akkoriban Magyarországon még nem lehetett rendes gyrosz enni, és amiről én még soha az életemben nem hallottam tegnap előttig, szóval, hogy bejárt egy fickó, aki gyanúsan szakállas volt, és gyanúsan emlékeztetett egy hollywoodi sztárra, és újra eljött, és amikor negyedszer eljött, akkor fizetett kártyával először, és azt alá kellett írni, és akkor kiderült, hogy maga Colin, szóval, hogy maga a nagy Colin Farrell volt az, aki bejárt hozzájuk napokon keresztül, ami beigazolta a gyanút. Most oda nézek, hát ha most is éppen itt van, hiszen ha egyszer eljött, akkor jöhet ötödjére is, de az ott hiába szakállas, nem Colin Farrell. És igen, arról a fickóról beszélünk, aki egy rakás jobbnál jobb filmben szerepelt, és aki nem hatódott meg a hattyúktól Bruce-ben. A hattyúk még megvannak? Igen, megvannak. Hogy a faszomba nem az ő világ, az a sok szájba baszott hattyú? Hogy a faszomba? Na mindegy, amikor rájöttek arra, hogy ki is ő valójában, akkor megkérdezték, hogy miért jár ide olyan kitartóan, és akkor azt mondta, hogy azért, mert itt tette a legjobb kebabot egész életében, úgyhogy most behatolunk, és mi is megkóstoljuk ezt a kebabot. Hát, ha a legjobb, hozzáteszem, hogy én azért ilyen kebab károsult vagyok, szóval a gyroszt azt általában előnyben részesítem. Ehhez képest, bár nem is pontosan tudom, hogy mi a különbség a kettő között, de megpróbáljuk most felmérni. És most gyorsan megnézem, hogy Colin Farrell kedvence a dupla borjú húsos döner kebab. A dupla borjú hús jöhet, ő paradicsom nélkül kéri, mi paradicsommal. Ennek a Colin Farrellnek bélférge van. És nem csak kaptam egy ilyen irreálisan nagy pitát, hanem kaptam hozzá még három szószt is. Nem, mintha nem lenne benne eleve, csak hogy az ember jól érezze magát. De ez tényleg nagyon jó. Bármint, hogy nem az a száraz, szottyat izé. Amit egy csomó helyen lehet kapni Budapestre, hanem jó a hús. Jó a pita, mert ők készítik, jók a szószok, jók a zöldségek is. És kiderült az is, hogy miben különbözik a döner kebab a gyrosztól, hogy egy kicsit szaftosabb elvileg a hús, meg mások a szószok, leginkább talán. Illetve ebben nem kéne, hogy legyen feta sajt, mert hogy az görög. De van benne, ami jó.
mert a feta jó. Na figyeljetek, mondjunk el egy hála imád Colin Farrellnek, hogy itt mászkál Budapestre, és ilyen jó gasztronómiai ízlése van. És hogy nem csak ilyen fancy éttermekbe jár, ahol mindenféle Michelin csillagos fogásokat lehet enni. Mi meg holnap találkozunk. Méghozzá egy olyan epizóddal, ha minden igaz, amit Robival vettünk fel, még az elutazás előtt, szóval, hogyha napsütés lesz benne, meg meleg, ne lepődjetek meg, mert az egy két héttel ezelőtti felvétel, lesz néhány ilyen korábban felvett epizód is, de a hét többi részén új részek várhatók. Ez is új rész lesz nektek. Sziasztok!